csapatot. Kérjük az Urat, hogy áldja meg a létünket. Áldja meg testvéreinket, akik ma bizonyságot tesznek hitükről, és arról, amit Jézus Krisztus elvégzett az életükben. És azt is kérjük, hogy Isten szólítson ma meg bennünket, valamennyünket, és talán különösen azokat, akiknek a szívében ott van egy vágy, életre jutni, üdvösségre jutni, kegyelmet nyerni, örök életet. Második évezred utolsó óráit éljük. Mi is temetni jöttünk, a régi élet temetése ez a nap. A bemerítés ezt jelképezi, hogy valami meghalt, a régi elmúlt, a halálba, a víz alá került, ez jelképesen ezt jelenti, és ugyanakkor megszületett egy örökkévaló, egy nem múlandó, egy felülről való élet, a Krisztusból, az Istenből való élet. És éppen ezért ez nagy öröm. Olyan temetés ez tehát, amelyben az életnek, az élet diadalának örülünk. Hadd olvassak el egy történetet. Az első nem keresztény, illetve nem zsidó hátterű, pogány hátterű ember megtérésének és bemerítésének a története van megírva. A Cselekedetek könyve 8. fejezetének a 26. versétől így ülve hallgassuk az igét, a történetet. Tehát Cselekedetek 8.26-tól. Az Úr angyala így szólt Fülöphöz: kelj fel és menj el délfelé Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult. És imi egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben, hintóján ülve, olvasta Ézsaiás próféta könyvét. Ezt mondta a lélek Fülöpnek. Menj oda, csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa. Ezek szerint hangosan olvasta ez az ember az Ézsaiás próféta könyvét, és megkérdezte tőle Fülöp: érted-e, amit olvasol? Erre az így válaszolt: hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt: amint a juhot levágni viszik, amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásáért elvétetett róla az idő. Nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől: kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és ennek az írásnak a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek. És így szólt az udvari főember: ím hol a víz? Mi akadálya annak, hogy bemerítkezzen? Ezt mondta neki Fülöp: ha teljes szívből hiszel, akkor lehet. Ő így válaszolt: hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé, az udvari főembert, de örvendezve haladt tovább az ő útján. Sokak számára kedves ismerős történet ez, ennek az etióp főembernek a megtérése, illetve bemerítkezése. Örömmel ment tovább az útján, így fejeződik be. Hát mi is azért jöttünk, hogy örömmel, még nagyobb örömmel távozunk majd innen.
A világosság győzött a sötétség fölött. Jézus Krisztus győzött testvéreim életében a sátán, a démoni erők fölött, és megragadta őket az ő szeretetével. És ezért ülnek itt most fehér ruhában, és tesznek majd bizonyságot hitükről, és pecsételik meg új életüket a bemerítéssel. Sokan úgy gondolják, hogy a mi közösségünknek a legjellemzőbb vonása a bemerítés. Valami igazság van benne, hiszen nevünkbe hordozzuk, talán sokan tudják, hogy a baptista az mit jelent? Azt jelenti, hogy bemerített. Tehát ne se tudnánk tagadni, hogy valami jellegzetessége van a mi közösségünknek e tekintetben. És tényleg úgy van, hogy mi nagyon szennek tartjuk és tekintjük a bemerítés alkalmát és cselekvését. Miért? Hát először is azért, mert Jézus ezt tette. Bemerítkezett. Oda sorakozott a megtérő bűnösök sorába, és odaért Jánoshoz, bemerítő Jánoshoz a Jordán vizében. János felismerte, hogy te jössz én hozzám. Én nem vagyok méltó arra, hogy téged bemerítselek. De Jézus ráparancsolt, éppen az ő hatalmánál fogva. Engedj János, mert így illik minden igazságot betölteni. És akkor bemerítkezett. János bemerítette. És azt olvasjuk ott a Bibliában, hogy amikor ez megtörtént, megnyílt az ég, egy hang hallatszott, a mindenható Atya szólalt meg, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Az Atya is rátette pecsétjét erre a cselekményre. És Jézus élete hatalmasat változott. Nem szentségben, ő addig is szent volt, bűntelen volt, hanem attól kezdve ott hagyta a názáreti ácsműhelyt, és az egész világ mestere lett. A messiási küldetést töltötte be a naptól. És elrendelte, megparancsolta, azt mondta a missziós parancsában, amikor elment, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népeket, bemerítvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Tehát mi Jézus parancsát engedünk, amikor ezt gyakoroljuk. Péter apostol meg azt mondja, hogy a megtartásnak, a kegyelemben való megtartatásnak egyik eszköze, így fogalmaz, hogy ami, mármint a bemerítés, minket is megtart két más gyanánt. Mert az a víz azt mondja, nem a test szennyének a lemosása, hanem a jó lelkiismeret keresése az Isten felé. És hát tudunk arról is, hogy a kereszténység első három évszázadában csak azokat vették fel a keresztény gyülekezetekbe, akik megtértek erről, bizonyságot tettek, és azokat keresztelték meg, és lettek a gyülekezet tagjai. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez a víz senkit nem tisztít meg a bűntől. Senkit. Jézus Krisztus vére tisztít meg a bűntől. Ez egy nyilvános bizonyságtétel. Megpecsételése annak, ami történt. A bemerítésnél szent cselekedet ez a pecsét. Csak akkor, ha megvan írva a levél, ugye egy pecsét, csak akkor értékes egy dokumentumon, ha az a dokument ki van töltve. Egy üres papíron nem sokat ér a pecsét. Csak annak az embernek az életében igazán érték ez a pecsét, akinél megtörtént a változás, a megtérés, az újjászületés, az Isten kegyelmét vagy őszel. Vagyis azt lehetne mondani, nagyon helyesen fogalmazva, hogy a bemerítésnél nem maga a bemerítés a legfontosabb, bár újra mondom, szent, Istentől elrendelt cselekedet ez, hanem az a fontosabb, ami előtte történt. Igen, ez a fontosabb. Figyeljük meg ebből a történetből, amelyet felolvastam. Itt is az volt a fontosabb, ami előtte történt. Mi történt előtte? Mielőtt Filip bemerítette ezt a főembert. Hát először is az történt, hogy ez az ember, ez a főember vágyakozott az Isten után.
Nagyon komoly vágya lehetett neki, az élő Isten után több ezer kilométert tett meg nem repülőn, nem is gyors vonattal, hanem az akkori utazási lehetőségeket igénybe véve, hosszú utat, hosszú időn, odaáldozva fáradtságot és minden más ahhoz, hogy eljusson Jeruzsálembe az Isten templomába, mert vágyakozott az Isten után. Szomjazott az Isten után. Isten ezt a szomjúságot keresi. És aki jó utána szomjazik, azt ő meglátja, és ezt a szomjúságot kielégíti. Ez azóta is így van. Van a Bibliában egy történet, amely szerint volt egy nagyon-nagyon megbélyegzett bűnös ember, aki népének az árulójaként adóztatta Izraelt Róma javára, de ez a vámszedő, aki nagyon gazdag ember volt, mégis lelke mélyén vágyott az Isten. Talán már nagyon is megutálta ezt az életet, amit élt. És mikor azt hallotta, hogy Jézus arra jön, akkor úgy érezte, hogy ő nem méltó arra, hogy oda menjen Jézus elé, de legalább látni szerette volna. A történet szerint bizonyára sokan ismerik, előre futott, és fölmászott egy fára, amellett az út mellett, ahol Jézus ment. Elbújt az ágak közé, hogy legalább lássa Jézust. Milyen szerény igénye volt, de milyen nagy szomjúsága. Felnőtt ember létére fölmászik a fára, azért, hogy lássa, legalább lássa Jézust. És amikor odaér Jézus ismerjük, ugye sokan ezt a történet, akkor megáll, fölnéz, képzeljük el, akkor mindenki oda nézett, mindenki látta, gyerekek nevettek, ott van Zákeus a fán, és Zákeus is viszonyára nagyon zavarba jött. Leleplező. Azt mondja neki Jézus, nevéről szólítva, hogy mindenkinek ismeri a nevét. Zákeus, hamar szállj alá, mert ma igen a te házadnál kell maradnom. Ott hagyta a tömeg. Meg is botrálkoztat. Hatalmas tömeg kíváncsian kíséri, ő mindenkit ott hagy, és bemegy egy emberhez, akinek a házánál még aznak kimondja, ma lett üdvössége ennek a háznak. Jézus látja azt, ha itt valakinek a szívében van szomjúság. Valaki ő utána szomjazik. Van ilyen valaki? Jézus ismeri a szomjúságot. És ki elégíti? Ezért jött. Hát ez történt ennél a főembernél is, hogy szomjazott Isten után. És a szomjúságát nem elégítette ki a templom. Nem elégítette a vallásos szertartást. Nem elégítette ki. Sokan vannak így, akik szomjasan hova menjenek? Hát a templomba mennek. És talán megkeresztelkednek, és talán szertartásokat betöltik. Ő és ezt mind megtette, de szomjas maradt. Istennel találkozni több, mint szertartásokat gyakorolni. Több, sokkal több, mint a templomba elmenni. Hozzátartozik természetesen, ha valaki Istent keresi, bizonyára nem a kocsmában, vagy nem a templomban meg. De ez önmagában még nem találkozás Istennel, valami több nála. Személyesen találkozni Istennel, az valami több. Találkoztál már? Ez a komoly nép megsejtette azért. A szomjas ember, az Isten után vágyakozó ember rájön, és vásárolt egy könyvet, egy szentírást. Ma szinte dobjuk az emberek után a Bibliát, annyi van belőle. Akkor viszont ez nem volt olyan dolog, nagyon drága dolog volt egy Bibliához jutni, és ő megvásárolt minden bizonnyal drága pénzen, áldozott érte egy Ésaiás próféta. Könyvet. És olyan nagyon szomjasan kezdte olvasni, hogy nem törőd vele, ki hallja, ki nem hallja,
hangosan olvassa az úton a hintójába, hazafelé menet. És ime az ő esetében is ugyanúgy volt, mint ahogy Zákeus esetében mondtam. Isten észreveszi, megkeresi azt, aki szomjazik utána. Szól Fülöpnek. Fülöp egy nagy ébredésnek a munkása volt, a vezetője volt Samáriában. Egy új gyülekezet jött létre, és nagy volt az öröm a városban. Isten azonban kiemeli onnan, mert egy ember, egy járatlan úton megy hazafelé, és ez az ember keresi az Istent. És Isten elküldi oda Fülöpet. Menj el arra a járatlan útra. Nem tudta, hogy miért. Átéltem már ilyeneket. Indít a lélek, kész, tehát menni kell, nem tudom miért. De aztán kiderül, hogy miért. Van ott egy szomjas ember? Van ott valaki, aki keresi az Istent? Isten tudja. Isten küldi Fülöpet, és készteti ma is azokat, akik neki engednek, hogy menjünk a szomjazó, az Isten keresi emberek. Talán sokkal többen vannak ilyenek ma is, mint gondolnánk, csak a Fülöpek kevesek. Azok, akik készek menni az Isten kereső emberek után. Így hát létrejött a találkozás. Mint olvastuk, Fülöp hallja, hogy ez az ember olvassa Ésaiás próféta könyvét. Talán kellett egy újabb lökés. Gyáva volt, egy fényes hintó, egy gazdag ember, hogy menjen ő oda. De azt olvassuk, hogy a lélek készteti. Így. Menj oda! Isten lelke munkája ma is. Hogy menj oda, ahol van egy kereső ember. Menj oda! És meg is szól. Érted-e, amit olvasok? Olyan nagyon kedves és nagyon tanulságos, hogy ez a gazdag kincstárnak miniszteri rangú ember milyen alázatos. Hogyan érthetném, ha nincs, aki megmagyarázza? Gyere, ülj mellé, magyarázd meg! Alázat. Az alázat vezet el az Istenhez. Gőgnek, a kevésének Isten ellene áll. A önigaz, farizeusi lelkület nem talál rá az Istenre, még akkor is, hogyha megtanulta az imádságot és mondja újra, akkor sem. Csak az alázat talál rá az Istenre. És az ember alázatos volt. Tehát mi kellett ahhoz, hogy megtalálja Isten? Szomjúság. Áldozatkészség. Az ige, az Isten igéje, anélkül nem lehet rátalálni most el Istenre, az ige. És ő megvette az igét, és olvasta az igét, te szoktad olvasni. Bizonyára nincs senki, akinek nincs a polcán Biblia, de élsz vele? Keresed benne? Vajulsz azon, hogy mit jelent ez? Kiről van itt szó? Gyötrölsz rajta? És ami több. Igénybe veszel teleket is, mint ahogy ez a gazdag, miniszteri ember odaülteti maga mellé ezt az ismeretlen vándort, és elfogadja, hogy magyarázza meg neki az igét. Isten nem mennyei angyalokat küld a mi megmentésünkre, hanem embereket használ föl. Egyszerű embereket. Elfogadod-e az emberi eszközöket? Akik talán már közeledtek, talán már szóltak is. Sajnos, ami emberi gőgünk sokszor olyan nagy, hogy nem tudjuk elfogadni az Isten eszközeit. Ez az ember elfogadta. Maga mellé és megérezte azt, akármilyen egyszerű ez az ember, nem emberi bölcselkedést mond, hanem kijelentést mond. Értelmezi az igét,
és elmondja, hogy az a bárány, akiről Ézsaiás beszél, az Jézus Krisztus, az Isten báránya, akit a világ bűneiért adott az Isten. És elmondja, hogy Jézus eljött és meghalt a bűneinkért. Az evangéliumot mondja el. Nem a zsidó szertartásokról beszél, nem a vallásos életnek az előnyeiről vagy hátrányairól beszél, Jézusról beszél. A megöletett bárányról beszél, a váltságról beszél. Csak Jézus Krisztusban, az Isten fiában, aki vállalt, aki meghalt értünk, találhatunk mi is rá, az életre, az üdvösségre, az új életre, amelyet ő hozott. És csak az ő keresztje által szabadulhatunk meg a régitől, az Ádámitől, a megromlott emberi természet uralmától, csak Jézus Krisztus által. Krisztusra van nekünk is szükségünk, és az ige által, ez az emberi eszköz, Krisztust vitte oda ennek a főembernek, és ő alázatosan elfogadja az igét is, az ige magyarázatát is, az ige magyarázóját, ezt az egyszerű embert is. És így történt meg a csoda, hogy ott a hintóban Jézus is megjelent. Megérkezett Jézus ennek az embernek a szívébe, az életébe, az ige által, egy emberi eszköz által. Ez ma is így történik. Ha nem is egy járatlan úton és hintóba, hanem a legkülönfélébb módon és úton, de ma is ez történik. Isten igéje szól, most is szól. És ha van, aki meghallja, van, aki megragad, az ige által Jézus Krisztus érkezik meg. Mert ő a megöletett bárányat, a te bűneidet is elvette. Elvette. Keresztre vitte. Kifizette minden adósságát az életednek. Békességet hozott, üdvösséget hozott, örök életet hozott Jézus. Ezt értette meg ez az ember. Úgy tűnik, hogy miközben ott mentek, ki tudja menni, nincs megírva, utaztak ott együtt, arról is szó esett, hogy akik elfogadják Jézust, akik befogadják őt, mint személyes megváltójukat, azok ezt a hitüket meg kell, hogy pecsételjék, bemerítéssel. Különben nem jutott volna eszébe ennek az embernek, ennek a főembernek, amikor egy víz mellé érnek, hogy indul a víz, hát vigától, hogy bemerítkezzen. És Fülöp egyetlen egy felvételt mondott, nagyon komoly felvétel. Azt mondta, ha hiszel, akkor lehet. Ha hiszel. És egy csodálatosan rövid, de rendkívül tartalmas hitvallást mondott el ez a kobonyi. Pár óra, talán egy fél nap, nem tudom mennyi idő volt az, amíg megismerte az ige által Krisztust, és már tudta mondani, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Úgy szoktuk mondani ezt, hogy ez a legrövidebb és legigazabb hitvallás. Talán tudják sokan, hogy a hal, amit az őskeresztények jelként használtak, ezt a hitvallást tartalmazza. Ichthus, a hal görögül, és ez azt jelenti, Jézus Krisztus Isten fia megváltó. Ezt a hitvallást mondja el itt ez a komornyik, ez a főember, és úgy olvasjuk, hogy ez jelentette a döntés. Nagy lépés az, amikor valaki dönt. És igazában, amikor itt látjuk testvéreinket fehér ruhában, erről van szó. Nem csak hallották az igét, nem csak elfogadták, nem csak melegesznek mellette, nem csak hiszik, hogy Jézus Krisztus az ő személyes megváltójuk, hanem készek ezt kinyilvánítani, vállalni, megpecsételni, úgy, mint ez az ember is.
Én hol a víz? Mi gát? Én hiszem, hogy Krisztus az Isten fia. Azt mondta az Úr Jézus, ha valaki szégyel engem az emberek előtt, én is szégyelni fogom ama napon, hogy menjünk Atyám előtt. A emelítésnek tehát van egy ilyen hitvallás jellege, vállaltam Jézust. Ez valahogy elkülönít hozzá, oda zár hozzá. A mennyhez és a menny királyához, Jézus Krisztushoz zár. Ez egy határozott életre, méghozzá örök életre szóló döntés. Isten kegyelme ma is munkálkodik, az ő szent lelke itt van az igéje szól. Ne zárd el magad, engedj Isten hívásának, és legyen a te szívedben ma is döntés. Vállald őt. Ő vállalt egész a csinálat. Amen. Az égünk a követni őt nekésse. Egyik nagy veszedelem, hogy mi halogatjuk a döntést. Talán igazat adunk sok mindenben Istennek, az igének, az őt hirdetőknek. De azt mondjuk, hogy majd. Követni őt nekéssetek. Miért is öltöztek a mi testvérénk fehérbe? Nem csak egy szokás, egy kedves hagyomány ez. Éppen úgy megpecsételnék a hitüket, ha civil rendes ruhába tennék ezt a bevonítést. Mégis kedves nekünk és természetes is, hogy fehérbe öltöznek. A Bibliában van szó arról, hogy amikor az üdvözültek serege, megszámálhatatlan nagy serege megjelenik a mennyben, remélem, hogy ott leszünk. Talán nem is soká lesz ez, amikor mind oda viszi Isten az ő angyalai által az üdvözülteket, az újjászületett embereket. Ez nem hitkérdés, ez ténykérdés, ez így lesz. Mint hogy sok minden kijelentése már beteljesült az Istennek a múltra, meg a jelenre, jövőre vonatkozó kijelentések is be fognak teljesülni. Ne legyünk közömbösek a kijelentés iránt. Eljön ez a nap. Na és arról van szó, hogy ez a megszámálhatatlan sereg, az üdvözültek serege mind hófehérben leszünk. Hófehérben.
És megkérdezik ott az egyik mennyei lény, János, a látnokot, hogy mit gondolsz, kik ezek? Én nem tudom. Te tudod. És akkor válaszolt. Ők azok, akik megmosták ruháikat a bárány bélében. Hát ezért, ezt jelképezi a fehér ruha. A tévozló fiú történetében is arról van szó, hogy amikor hazatért, és a bűnbocsánat csókjával és ölelő karjával magához szorította a hazatérő fiút az atya, és kimondta, hogy ez az én fiam, akkor azt is mondta, hogy szedjétek le róla a szennyes ruhát, és adjatok rá újat. Hát ezt jelképezi, az a hitünk, hogy ez lélekben megtörtént. Épp olyan emberek maradtak, de a mennynek eljegyezve, Krisztus jegyeseiként és a Szentlélek templomaként. Ebben a hitben és örömben vagyunk mi, és ünnepeljük a mi testvéreinkkel együtt a mi Urunkat, Jézust. Most e fehér ruhában engedjétek meg, hogy felétek forduljak, és tegyek fel hozzátok egy kérdést. Hallottátok a bibliai történetből, hogy ez az etióp főember egy nagyon rövid hitvallást mondott. Hát én is megkérdezem most. Egyenként, külön-külön. Hiszed-e, hogy Jézus Krisztus az Isten fia? Hiszem. Ezt a mennybe még nem csak, hogy hallották, föl is jegyezni. A másik kérdés. Ez a komoly így, mint hallottuk, ez a főember kérte, fogadta, kívánta, hogy Fülöp beszéljen vele, hogy tegyen róla a bizonyságot, és ő mondta, hogy imol a víz, tehát ő döntött. Nem Fülöp erőltette rá, és ez nagyon fontos. Éppen azért kérdezem tőletek. A Krisztus hívására, az ő kegyelmét, szeretetét, váltságát megértve, és hitben, önként döntöttetek mellette, vagy valamilyen érdek, valamilyen rábeszélés vezetett erre. Hát ez is egy fontos dolog. Ez is kísérjen végig önként. Harmadik kérdés. A legegyszerűbb és mégis a legkomolyabb, legmélyebbre ható kérdésem. Meddig kívánok hülyek lenni az Úr Jézushoz? Nagy dolog. Tehát, amíg élünk, ugye? Hogy amíg élünk. De ez azt is jelenti, hogyha még halált kellene vállalni érte. Sokan vállalni. Most hallgassuk meg az énekkar énekét, és utána hitetek vallomására bevezetni.
ide, és mondjátok el mindenki szeme láttára, füle hallattára, hogy mi is történt, és miért is vettétek fel ezt a fehér pályát, és utána ennek valomására emeltek. Hát én hívő szülőgyermeke vagyok, és így volt alkalmam sokat hallani Jézusról, Szentléletről, Istenről és a Bibliáról is. Tudtam, hogy Jézus az ember bűnéért halt meg, de ez nem volt személyes az a hit. Még 1994-ben nyáron voltam Tagyba, és hallottam, hogy arról prédikált a pásztor, hogy Jézus Krisztus az én bűnömért halt meg. És itt beláttam, hogy amikor önvizsgálatot tartottam, hogy nekem is rengeteg bűnöm van, és bűnbánatban összetörtem, és kértem Jézust, hogy jöjjön a szívembe. Amikor kérték, hogy akiknél ez a imádság elhangzott, kérjenek előre, én nem mertem előre menni. Évvel később, Tolmáson 1995-ben elhangzott az az igaz, hogy aki szégyel engem az emberek előtt, én is szégyelni fogom az mennyei atyám előtt. És itt rájöttem, hogy újra léteztem, mert nem vallottam meg őt, és kértem arra, hogy erősítsen meg, és bátorítson, hogy akármikor tudjam őt vállalni mások előtt. Simán meghallgattatott. És azóta sokkal bátrabban bizonyságot merett tenni, és életemet is segítette. De te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amikben megbizonyosodtál. Hiszen gyermekségettől fogva ismered a szent írásokat, amelyeket téged bölcsé tehetnek az üdvösségre, a Krisztus Jézusban való hit által. Téged megragadott Isten kegyelme, bizonyságot tettél erről, én azért a te hitednek vallomására bemerítelek téged, az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Tudtam, hogy a barátod a korája, és lefogadott Úr Jézus szívét.
megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és e világi kívánságukat, igazán szentül és kegyesen éljünk e jelen való világban. Néked is megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, megragadott és te elfogadtad, vallást tettél róla. Én azért a hitednek vallomására bemerítelek téged, az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Hagyd az Úrra a te utadat, mert ő munkálkodik. Te gyönyörűséget találtál Jézusban, a te megváltódban, ő pedig megváltott életet adott neked, amelyről vallást tettél. Én azért a te hitednek vallomására bemerítelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Pénz után, és
egymást, egymást látogatom, de valahogy ez nem. És azt gondoltam, hogy ez a világ valami rosszul van összerakva. Aztán egy olyan helyzetben találkoztam Istennel, amikor találkoznom kell, mert azt hiszem, hogy mikor az ember jól érzi magát, és nincsen bajja, akkor nem biztos, hogy szüksége van valakire, vagy valakire. De eljött az életben most egy olyan rész, egy olyan pillanat, amikor szükségem volt valamire, amit akkor még nem tudtam, hogy ez. Azt hiszem, úgy lehet ez szó, mély búskomorság, meg egy olyan állapozó volt, amikor valamit nagyon akartam tenni, nagyon akartam menni, de nem tudtam. És ez a tudat, hogy nem tudok, teljes letargiában. És akkor én nagyon rossz kedvű voltam, ideges, meg nem volt kedvem menni, de valami szinte semmi. Szóval nem találtam meg semmiben azt, de nem találtam a helyében. Így utólag látom már, hogy ennek így kellett történnie. És az időtájt jártam egy angol tanfolyamra, ahol Amerikából jött itt érjük tanították az angolt. Ők elmondták minden este, hogy aki szeretné, az nyugodtan beszéljen velük, mert sem tudok valamit. Én egyik este elmondtam, és elmondtam, hogy milyen állapot vagyok most. És azt mondták, hogy adtak egy ide ige szakaszt, hogy ezt olvassam, és furcsa volt, már kb. Egy hete, vagy lehet, hogy kettő hete is ebben az állapot voltam, ahogy az igét hallgattam, valahogy megnyugulás. Aztán másnap este megvallottam bűneimet, és olvasni kezdtem az igét, és kivalamit öltözött belőle. Akkor még nem igazán tudtam, hogy miatt van ez a dolog, csak azt tudtam, hogy ez jó, ez működik. És ha olvastam az igét, akkor békesség volt az önben. Azóta tudom már, hogy Isten szeret minden. Azóta többet tudok már a dologról, és még többet akarok tudni. És szeretném követni is Isten útját, és köszönöm neki, hogy megbocsájtott. Mit mondjunk erre? Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? A legfőbb jót nyerted meg Jézus Krisztust, és vele együtt mindent megad, amire szükséged van. Erőltettél vallást, éppen azért miatt a hited vallomására bemerítünk téged, az Atyának, a Fiúnak, és a Szentlélek Istennek nevében. Amen.
Így hogy családban növekedtem föl, és valahogy kezdettől fogva volt bennem egy szom az ige iránt, az Isten iránt, de nem találtam meg, inkább kértem az Úrtól, mint hogy megtaláltam volna benne az igazi boldogságomat. És aztán 2 éve volt egy sátoros evangelizáció, ahol elmondták, hogy mindenki, aki meghalt Jézus Krisztus, és hogyha nem vállaljuk föl, akkor ő is szégyenné fog minket fölvállalni. És akkor én kimentem, és azt szerettem volna, hogy megváltozik az életem, de valami mégiscsak hiányzott. És ez az volt, hogy én saját erőfeszítésemből próbáltam az Úrnak szolgálni, pedig ez így nem megy. Az ige azt írja, hogy ne szégyelt azért a mi Úrunkról való bizonságtevést, sem engem, az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumet az Isten által adott erővel, ki megváltott minket és szent életre elhívott, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem az ő saját végzés és kegyelme szerint, amiért nekünk Krisztus Jézusban ott örök idő előtt. És aztán elmentem egy angol tanfolyamra tavaly, és ott minden nap elmondták nekem, hogy Isten nem csak a világ bűneiért, hanem személyesen az én bűneimért is meghalt. És ahogy ezt minden nap hallottam, megértettem, hogy valóban meghalt, és hogy el lehet temetni az Úrembert, és egy új embert lehet előtte előhívni, lehet az Úr kegyelme által kapni, ami bennem működik, és Isten eszköze lehet. És azóta megtapasztalom minden nap, hogyha rábízom magamat, akkor valóban megáldja minden egyes percemet. És benne van az igazi boldogság, benne van az üdvösség. Tudjuk pedig, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden a javukat szolgálja. Azoknak, akiket ő elhatározása szerint eleve elhívott és kiválasztott. Téged is kiválasztott Isten, és te megértetted, és elfogadtad őt. Én azért a hitednek vallomására bemerítelek téged, az Atyának, a Fiúnak, és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Összeszedtem a gondolataimat, mert túl sok minden van a fejemben, és kicsit megpróbálnám belesűríteni, amennyire bele lehet sűríteni. Körülbelül 3 év óta ismerem Jézust, és tényleg úgy elhangzott már ez a mai este, hogy személyesen ismerem, és ez teljesen megváltoztatta az életemet. És én is, mint hogy Ézsaiás próféta írja, hogy saját utamon kezdtem el járni. Egy boldogságkeresés volt tulajdonképpen minden utam. Valahogy kerestem, és igazából mindig kap volt egy út, megtaláltam meg, jött egy újabb, és végül így találkozhattam Istennel. És amiket összeírtam, azok olyan szavak, amiket lehet, hogy naponta használunk, de nekem egy új értelmezést, új tartalmat töltötték az életemet. Ez az első például az élet, hogy azt hiszem én, amikor nem voltam hívő, úgy gondolkoztam az életről, mint ahogy azt hiszem az emberek gondolkoznak, hogy az emberi élet tart körülbelül átlag 50-60 évig, és utána majd lesz valami, vagy van valaki, vagy nincs valami. És azóta én biztosan tudom, hogy az emberi élet után igenis akkor az emberi életnek van egy örök létele. És Jézus azt mondja, hogy én vagyok az élet, senki máson kívül nem lehet az életünknél, csak általam. És tényleg azóta megismerkedhettem az élettel Jézussal. Jézus, hiszem, hogy ő nem csak élt, nem csak itt töltött a Földön 33 évet,
hanem ő tényleg fel is támadott, és a feltámadottak körül igenis most is él. És ő, a Biblia azt írja, hogy őt őként uralkodni fog. És ugye az élet kapcsán eszembe jutottak olyan gondolatok, hogy az emberek keresi ugye az életének a meghosszabbítását, az orvosi tudomány, esetleg a rákutatás, és meg annyi terület az életnek, és az embereknek annyit kellene tenni, megismerni Jézust, aki meghalt mindenkiért, mindenki bűnéért. Hiába bármi más kísérlet, azok csak ideig óráig valók, de Jézus az, aki az életet adja, és már itt a Földön is egy valóságot tud adni. Másik ilyen szó, amit én kiírtam, az a szeretet. És ebben én valahol én kerestem úgy a megoldást az életre. Kerestem, de valahogy bennem mindig olyan véges volt, egyszer úgy kimerült, és újra kezdve már nem jelentette ugyanazt a szót, és tényleg úgy szerettem is embereket, de valahogy valami mindig hiányzott, és megértettem azt, hogy Jézus annyira szeretett minket, úgy írja a Biblia, hogy mert úgy szerette Isten e világot, hogy egy szülött fiát adtam, hogy aki hisz ő benne, hogy örök élete legyen, és ő értem is, és mindenkiért meghalt. És ez az igazi szeretet, tehát így is írja a Biblia, hogy nincs abban nagyobb szeretet, mint aki életét adja az ő barátaiért, és Jézus engem a barátjának nevezett azon kívül, hogy én gyakran esetleg szívtam őt, tényleg rengeteg bűn terhelt az életemet, és mégis ő erre nem tekintett, ő egyszerűen szeretett, nem valamiért, hanem szeretett. Megtalálhattam azt is, azt a szót, amit örömnek ír a Biblia, és ezt néha esetleg a hívőkön nem látszik, pedig valahol mélyen biztos, hogy ott van. És Jézus mondja is, hogy örüljetek és örvendezzetek. És tényleg azóta körülbelül 3 éve úgy egy biztos öröm van az életemben. Nem azt mondom, hogy felnőttem, mert minden ember életében vannak nehézségek, vannak küzdelmek. És de ez annyira más így Jézussal élni, vagy a Biblia írja, hogy élő reménységünk van, hogy tudunk, hogy a világban annyi katasztrófa történik, manapság, akár lehet, hogy a mai nap is történt, de tudom, hogy egy biztos kősziklán náluk, Jézus Krisztuson, és ez egy olyan örömet, hogy minden nap mindig meg tudok benne újulni. Az egyik ilyen szó a békesség. Erről is egy kicsit más elgondolásom volt. Mindenben valahogy egy lelki békét kerestem, és valami mindig hiányzott. Talán az életem egyik legnagyobb csalódás az volt, amikor egy társban kerestem ugye mindent, és ezen belül a békességet is, hogy valahogy ez se hozta el, de tényleg én is azt mondhatom, hogy Dávid a 62-es Zsoltárban, hogy ez Isten nyugszik meg a lelkem, és ez tényleg így van, hogy aki igazából ismeri Isten, közel van hozzá, és tényleg tudja, hogy ha valami gondja van, elkezdve olvasni a Bibliát, egyszerűen másképp alakulnak utána az ő percei. És ilyen szavak, hogy bűn, amit most az ember szívesen kikerülne, de igenis minden ember bűnös, ezt írja a Biblia, és én is egy bűnös ember vagyok, de ott van egy nagyon nagy dolog, hogy Jézus kegyelem által hiszem, hogy élhetek. És hát más tudnék mást mondani. Megismerhetem azt, hogy világosság és sötétség, ezek a szavak azt hiszem mindenki benne vannak, akár kinézzük az ablakon, hogy sötétség vagy felkapcsoljuk a világ, világosság, de végül más szemszögéből megláthatom azt, hogy tényleg az ember élet, az ember gondolatát vannak befolyásoló szellemi erők. A Biblia nagyon nyíltan ír erről, talán így is értetjük meg azt a rengeteg borzalmat, amit úgy visszatekintve a történelembe láthatunk, a háborúk, a rengeteg kínok, hogy igenis az ember gondolatát befolyásolja valaki, egy szellemi erő, a Biblia ezt a sátánnak nevezi, viszont a Biblia írja, hogy igenis van egy kiút, Jézus Krisztus, és csak ő, senki más. És ezért van ez a rengeteg gonoszság, ami körülvesz minket, és én ezt nem értettem, hogy ha van Isten, akkor miért van ez. De Jézuson keresztül, így ezen a szemléleten keresztül megérthetlenül lesz. És valami kevesebb, tehát azért mondom, nem lehet így pár percben most bármit is így
mondani, csak már ilyen morzsák kezegre, valamennyit úgy Isten jelleméről is megismerhetem. Nekem egy nagyon rossz Isten képen volt, én nem igazán tudtam elképzelni, most se tudom, az is igaz, de Istenről nem hittem, hogy ilyen csodálatos, ez csak azt tudja, aki vele együtt él. Tehát Isten ő nem egy unalmas öreg úr esetleg, aki hogy letekint tőle, mert őt mindig cselekszik, de csak vele együtt élve lehet megtapasztalni, és vele együtt lehet igazi örömöket, boldogságot nyerni. És én hiszem azt, hogy mindig ez a sokszínűség, amit ugye Jézusban is megláthatunk, hogy benne van a teljes erő, de ugyanakkor a szelítség, őt Júda oroszlányának is hívja a Biblia, de ugyanakkor báránynak is, hogy ez nem az egész ember életnek a sokszínűsége, valahogy mindig Istenben csapódik le, és aki elkezd Istent keresni, meg fogja találni. És Isten nagyon csodálatos, hogy ő mindent adott, de ezen kívül még kér is. Azt kérem mindenkitől, hogy Istenért járván követségbe béküljetek meg az Istennel. És én is ezt kívánom mindenkinek, hogy aki nem ismeri, ismerje meg, mert nem fog veszíteni. És tényleg az életemről nagyon sok mindent mondhatnék, mert nagyon sok mindent kipróbáltam, de ez a fegyel úr is azt jelképezni, hogy én nem akarok úgy keresést, hogy megtaláltam, akit kerestem, és további jobban is felvédelni együtt élni. Ennyit szeretem. Jézus egy nagy ünnep utolsó napján ezt mondta: ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Aztán így folytatta: aki hisz én bennem, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Te hozzájöttél, szomjadat kielégítette, és azt akarja, hogy hordozd élő vízként őt. Én azért a te hitednek vallomására bemerítelek téged, az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Akkor járként a csülekezette a mikámmal, és utána pedig pár év múlva nem. És csak azokat az információkat tudtam Istenből, amiket akkor tanultam meg. És ezért nem is tudtam később semmit Istenről. Viszont 97 nyarán, amikor elkezdtem járni a csülekezetbe, amikor egy amerikai tanárnak elhívottunkban. És itt az Isten tiszteletben azt hallottam, hogy csak az jut a nagyobb számba, akinek erről bizonysága is van, hogy ő oda fog jutni, és nekem eddig nem volt róla bizonysága. És otthon is elkezdtem olvasni a Bibliát, és azt az igazságot hallottam, hogy olvastam, hogy az utcáinkon tanítottál, és erre pedig Jézus azt válaszolta, hogy nem ismerjük titeket. És arra gondoltam, hogy akkor majd nekem is ezt fogja válaszolni, mert én is hallottam az új igényét, de mégsem úgy gondoltam, hogy és így jutottam erre, hogy elfogadom az Istent, hogy a Magyarországba szeretnénk kerülni, és így is segíteni időt. Te azért, én fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben. És amiket tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat majd bízd
megbízható emberekre, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Téged megragadott Isten kegyelme, hogy tovább vidd az ő szeretetének jó hírét. Vallást tettél erről, én azért a te hitednek vallomására bemerítelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. És azt hitte, amit sokan most is gondolnak, 2000 küszöbben, na, itt van a világ vége. És mindenki életében egyszer eljön a világ vége, ennek a földi életnek a vége, és akkor azt kérdezi az ember, hogy hogyan lehet az igaz Isten előtt megjelenni, és hogyan lehet megmenekülni az ő haragjától. Mert ha belenéz az ember a tükörbe, akkor azt látja, hogy én milyen bűnös vagyok, és mennyire nem illek ahhoz a fófehérséghez, amit Isten képvisel, ahhoz az igazsághoz, milyen messze vagyok én attól. És ez a börtönőrön is átvillant ez a dolog, és azt kérdezte Pál apostoltól, hogy mit cselekedjem, hogy üdvözöljem, mit kell tenni az embernek? Pál apostol nagyon röviden válaszolt. És ha itt most valamit keresel, ezt érdemes megtalálni, amit Pál apostol mondott. Higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz. Higgy az Úr Jézus Krisztusban és megmenekülsz. Én ezt nagyon rövidnek és érthetetlennek tűnt sokáig előttem, és valahogy megfejtődött előttem. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, mert a bűnei de benne van elintézve. Ő a pára vitte. És akkor azt kérdezem, na, és akkor mi van, hogyha a bűneim meg vannak bocsátva? Hát akkor hogyan leszek még olyan, ami ennek a mennybe majd mégiscsak befogadnak? Akkor megint csak az, hogy nincs más megoldás. Higgy az Úr Jézus Krisztusnak van. És üdvözülsz. Majd ő segít abban, amit neked parancsol. Mert egy énekben ezt halljuk, hogy törvényednek bűnös ember eleget nem tehet. Szó sem lehet róla. De van megoldás. Bűneinkre ő a megoldás. Megigazulásunkra, az élő Jézus Krisztus, az ő szent lelk által, ő a megoldás. És ezek a fehér ruhások is ezért voltak itt. Ezt keresték itt és találták meg. És akkor van értelme a te itt létednek, ha ezt keresed. Ne csak keresd, találd meg. Most pedig keressünk ki egy éneket, az 521-et a egyes éneket a hithangjaiból, üdv felig érszed. 521. És ezután pedig bátor embereket keresek, akik talán nem is a régen erre a keresésre ugyanúgy válaszoltak. Úgyhogy alkalmuk lesz ezt itt elmondani.
Még talán egy fél éve, hogy én is így hívtam, és nagy öröm volt ez akkor is nekem, meg ma is. Régebben Újpestre jártunk templomban, imaházba pontosabban, sógornőnékkel, az ő családja odavalóban, de akkor én még nem voltam Isten hívő. Később úgy alakult az életünk, hogy ide Kecskemétre kezdtünk el járni. Először gyerekeim nem nagyon örültek ennek, de aztán látszott később, hogy mégis jól érzik itt magukat. És egyszer egy esti beszélgetésnél megkérdeztem tőlük, hogy hova jobb járni, Kecskemétre vagy Újpestre. És a Géza azt válaszolt, hogy Kecskemétre. Miért, kisfiam? Azért, mert ez közelebb van Istenhez. És ez nekünk beteljesedett, mert mi mindhárman itt ültünk. És azóta öröm és béke van közöttünk, és jó vagyunk rá együtt élni. Köszönöm, hogy szereztem. Én most nyáron érkeztem be, és ezért hálás vagyok Istennek, hogy megtaláltam Jézust, és befogadhattam. És tényleg egy hálás az én szívem, és boldog élethez élhetek itt Kecskeméten. Jártöltöztünk, én vagyok az innit említett Géza. És Kecskeméten tényleg jól érezzük magunkat. Az én megtérésem ez nem túl hirtelen volt. Igazából egy itteni prédikáció alatt döntöttem, mikor Géz bácsi előre hívta azokat, akik úgy gondolják, hogy befogadják Jézust, és akkor én is előre mentem, és így tértem meg. És azóta egy boldog életet élhetek Istennel, és én meg így jó élni, és így gazdag életem lehet. Függvénye, vagy még csak nem is a bemerítésnek, hanem ha valakit Isten újjászült, az ő szent lelke által, azt beírta az élet könyvébe. Ennek az újjászületésnek a pecsétjét vették föl. Megmaradok a Cselekedetek könyve mellett, méghozzá továbbra is a 8. fejezet mellett. Ez a Filep, akit elküldött az Isten lelke ahhoz a bizonyos etióp vezető emberhez, mint említettem is,
Samáriában munkálkodott, és ott egy új gyülekezet jött létre. Sokan megtértek, bemerítkeztek, nagy volt az öröm a városban. És így folytatódik a történet. Amikor meghallották a Jeruzsálemben lévő apostolok, hogy Samária befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost, ők lementek, és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában. Mert még egyikükre sem szállt rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szentlélek ajándékában. Félelmetesen szent dologról van szó. Pünkös napján, amikor megkérdezték Pétert a bűnbánatban összetört szívű emberek, hogy mit cselekedjünk, mit tegyünk, akkor ő azt mondta, hogy térjetek meg, keresztelkedjetek meg Jézus Krisztusnak a nevében bűneiteknek bocsánatjára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Aki egész szívvel Jézushoz térőt befogadja, annak ajándékul adja Isten az ő szent lelkét. De hogy ez a lélek a bennünk, az újjászületett hívő emberekben lakozást lévő lélek egészen uralma alá vegye az életünket, győzelmessé tegye, ezért kell imádkoznunk. Ezért imádkozott Péter és János, hogy a Szentlélek töltse be őket, egészen vegye uralma alá az életüket. Hiszen ugyanabban a világban maradunk, és maradnak azok, akik megtérnek, ugyanúgy lesznek kísértéseik, ugyanabban a testben laknak. A világ nem változik, meg a kísértések nem lesznek kisebbek, inkább több és nagyobb, mint eddig. Az igazi nagy különbség, ha Isten a szent lelke erőt ad, és ezzel a lélek erővel élnek, élünk, éltek, a Szentlélek ereje által tudtok nemet mondani annak, ami nem illik a Krisztushoz, és Szentlélek ereje által tudtok igent mondani arra, amit Isten mond, amire a lélek indít és késztet. Tehát tulajdonképpen az az igazság, hogy a hívő élet egy harc. Egy kemény harc. A harcban az az öröm, hogy olyan lakója van a testünknek, helyesebben ura van a testünknek, az életünknek, aki ebben a harcban, ha ráfigyelünk, ha nekiengedünk, győzelmessé tesz. Gyümölcsözővé tesz. A Szentlélek erőt ad ahhoz, hogy meglássuk, megértsük, és meg is tegyük, amire Isten indít, vagy amitől tilt, amitől elszakítani akar. Most ezt tesszük. Imádkozunk a mi új testvéreinkért. Imádkozunk azért, hogy Isten szent lelke töltse be őket, és tegye győzelmessé az életüket. Megkérem idős Fekete László testvért, dr. Kicsor Ervin testvért, és pap Géza testvére, jöjjenek előre. Megkérlek titeket, hogy lehajtva fejeteket alázatban fogadjátok hittel az értetek mondott imádságot. A gyülekezetet pedig arra kérem, hogy álljunk fel, és kísérjük az imádságot hittel. Örökkévaló Istenünk, szerető mennyi atyánk, boldog örömmel állunk a te orszád előtt, amikor a megváltott lelkekért, kedves
testvéreinkért imádkozhatunk. Uram, köszönöm neked azt, hogy fegyelmed által munkával és nemzedékről nemzedékre van a te hűséged és szereteted irántunk. Nagyon hálás a szívem azért, hogy első unokámért imádkozhatom. És kérhetlek téged, Uram, arra, hogy áld meg az ő életét, tegyed benned örvendezővé és boldoggá. Köszönöm, Uram, hogy dönthetett melletted, és te elfogadtad őt. Kérlek téged, hogy erősítsd meg az ő életét te benned, és kérlek, hogy tegyed egész életére nézve mai nap boldogságát, örömét nagyon hatásossá, és hadd érezhesse, Uram, hogy mától kezdve fogod az ő kezét, vezeted az élet útján. Kérlek, hogy segítsed meg, hogy tanulásában és további életében hadd érezhesse, hadd tapasztalhassa a te vezetésedet, segítségedet. Imádkozom azért, hogy áldjad meg, hogy egész élete boldog, bizonyságtevő élet legyen. És vezessed őt, Uram, az élet útján úgy, hogy elérje hitének célját, a boldog, örök életet. Kegyelmedből kérlek, Uram, hallgass meg. Mennyi édes atyám, köszönöm te neked, hogy elhívtad Bélust a gyermekkor és az ifjúkor határán. Köszönöm neked az ő életét. Köszönöm, hogy megláthatta, hogy nélküled nincs értelme az életének. Köszönöm azt is, hogy te vele leszel. Kérlek, könyörülj rajta, hogy amikor olyan helyzetre kerül, hogy talán nem képes saját erejéből neked engedelmeskedni gyermeki mi voltából, kérlek, ne hagyd el őt. Köszönöm, hogy te megígérted, hogy ha mi ütlenkedünk is, te hű maradsz. Kérlek, adj neki erőt az ő életében téged dicsőíteni cselekedeteivel, szavaival. Köszönöm neked az ő szüleit, hogy eddig is nevelték, hordozták. Kérlek, adj nekik is türelmet, szeretetet. Köszönöm, Uram, hogy te magad vagy, aki szereted őt, és mindvégig vezeted. Kérlek, adj neki békességet, és adj neki bűnbocsánatot egész életében, hogy találja meg mindig a kereszthez vezető utat, illetve minden idejében. Amen. Menj, édesatyám, köszönöm neked Zoli életét. Köszönöm, hogy ifjú korában hívtad előtt. Köszönöm, hogy bezártad az ő útját minden irányban, de felfelé nézett, és téged látott meg. Köszönöm, Uram, hogy te lejöttél érte is meghaltál kereszten. Köszönöm, hogy ő ígyben az ő szívébe zárt téged. Kérlek, Uram, könyörülj rajta élete minden idejében. Kérlek, hogy te légy az ő tanácsosa, vezetője élete minden fontos döntésében. Kérlek az ő lendő feleségéért is. Kérlek az ő lendő családjáért. Kérlek azért, hogy tudjon mindig oda menni a kereszthez akkor, amikor engedetlen. Kérlek, vezesd őt, és adj neki hitet élete minden pillanatában. Kérlek, hogy te legyél vele a te békességeddel, és áld meg őt, hogy mind közelebb kerüljön te hozzád, és végül a mennyben téged magasztaljon. Amen. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük Tibort, aki téged megtalált. Köszönjük, hogy te találtad meg őt. Köszönjük, hogy felismerte azt, hogy nálad van a megoldás problémáira,
Köszönjük, hogy bűneire oda a bocsánatot nálad találta meg, és köszönjük azt, hogy az élet kihívásaira családban, a munkahelyén, és bárhova is vezeted, ott a kísértések tüzében te mellette állsz. Kérünk, hogy töltsd be őt a te szent lelkeddel, hogy győztesként koronát kaphasson. Köszönjük, hogy ez nálad készen van. Amen. Úr Jézus, köszönjük, hogy Józsika nem keresett volna, ha már meg nem talált volna. Köszönjük, hogy csodálatos ez a közösség, amely közted és közte létrejöhetett. Köszönjük, hogy megtalálta a megváltóját, bűneire a bocsánatot. És köszönjük, hogy a megigazulás útján ott vagy mellette, és adod az erőt, adod az életet. Könyörgünk, hogy te jöjj és a te szent lelkeddel töltsd be, hogy a családban pap tudjon lenni, a pályaválasztásban, az élet forgatagában, a párválasztásban és az élet minden előre nem is látott problémájában, add, hogy igazul és szentül a te segítségeddel, a te dicsőségedre tudjon élni. Amen. Édesatyánk, az Úr Jézus nevében háladással köszönjük néked Dalmát. Megköszönjük most itt, kedves ünnepi percekben, hogy gyermekkorába elhozták az ő szülei, és hogy az ige magvetése, amelyet akkor hullajtottál a szívébe, nem maradt eredménytelen, hogy gyümölcsöt hozott. Köszönjük, hogy felnőtt életmódra megnyitotta a szívét előtted, és hogy te kiválasztottad őt gyermekedül, hogy megbocsátottál minden bűnt, és hogy eljegyezted magadnak az örök életre, az üdvösségre. Kérünk, Urunk, Istenünk, hogy választ ki őt, legyen a te szolgád, legyen a te eszközöd. Te mutasd az utat, amelyen járnia kell, amelyen boldog is lehet, téged is szolgálhat, és embereknek, szeretteinek is az örömére élhet. Kérünk, Uram, hogy vezesd az élet útját minden területen. Rendeld ki néki a tőled való társat, és kérünk, hogy mutasd meg a helyeit, ahol majd szolgálnia kell, és ahol nevednek dicsőségére élheti az életét. És hogy mindezek megtörténjenek, kérünk, hogy most itt küld a te szent lelked, töltsd be őt, pecsételd el, és te teljessé a te fiadnak Jézusnak az uralmát az életében. Amen. Édesatyánk, jó Istenünk, háladással megköszönjük néked Miklóst. Köszönjük, hogy már 3 éve, hogy rátaláltál, és hogy a te világosságod olyan határozott és nyilvánvaló volt, hogy ki kellett, hogy űzze, és ki is űzte a sötétséget, a régi élet sötétségét, minden nyomorúságával és minden bűnével. Köszönjük, hogy elégyezted magadnak, és hogy eszközzé akarod tenni a te országod építésében. Kérünk, Urunk, hogy most, amikor itt könyörgünk, ez egész gyülekezet
hallgass meg valamennyink imáját, és küld a te szent lelkedet, és töltsd be őt, vedd uralmad alá, és ajándékozz meg azokkal az ajándékokkal, amelyekkel képessé teszed, alkalmassá teszed a te szolgálatodra, emberek mentésére. Kérünk, hogy hallgass meg imáit, amikor szeretteiért könyörög, és tedd termékenyé bizonyságtevéseit, amikor bárkinek, az ő szeretteinek is rólad beszél. Kérünk, jelöld ki a helyét, ahol látni akarod, ahol szolgálhat a tieiddel, a te népeddel együtt, a te neved dicsőségére és a te országod építésére. Kérünk arra is, hogy jelöld ki azt a társat, akivel együtt építheti majd te országodat, és hogy legyen nyitott, kész mindig fogadni a te szent lelked vezetését és uralmát. Úrunk Istenünk, kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat valamennyi új testvérünkért, és azokért is, akik e mai napon megnyitották szívüket. Ad Uram, hogy hadd történjenek itt.